Dolgot tudtunk erről az alkalomról, tudtunk, sejtettünk erről az alkalomról. Az egyik az, hogy fontos alkalom lesz. Ezt a témát körülbelül egy-két éve hordozom a szívembe. És ha Nemes Dávid nem kér meg külön, akkor nem is nagyon forszírozom. Viszont ez sokkal jobb, nem sokkal jobb, egy mással tehet el most az időnk, úgyhogy nyilvánvalóan nem fogunk tudni befejezni. E, úgyhogy megyünk, ameddig megyünk, eljutunk, ameddig eljutunk. Jó? Oké? Okay? Tehát, hogy én, akkor én sem fogok rá hogy, hogy mi van. Nagyon hálás vagyok, hogy az Úr meglátogat bennünket. Örültök a Szent Szellemnek, amikor elkezd, elkezd mozogni? Ennél, ennél jobb nincsen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nagyon élvezem én is. Elmondok egy profitai képet nektek, jó? Ezt nem, ak nem akartam most elmondani, de elmondom, mert annyira itt van. Kedden imádkoztunk a, 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 az, ima, a, ugye az ima belső ima kamrába, Ja, bocsánat. Többen jó van, figyelmeztettek, hogy jelezzem, hogy nem csak kedden szoktam imádkozni, nehogy félreértés legyen, de a keddi az valóban az a, az a, az a három-négy óra, az az 3-4 óra, tehát az két 3 óra alsó hangon, és akkor az az, az az ima. És képzeljétek el, hogy most kedden, ahogy imádkoztunk az úrra, volt egy pont, amikor annyira betöltött a Szent Szellem, Miklós volt ott meg Imi, és elkezdtünk imádkozni, jöttek ki a képek, és kaptam egy képet, ezt szeretném elmondani, hogy láttam ezt a termet, és én azt kiáltoztam, azt imádkoztam, hogy uram, én, mert láttam ezt a termet, egy akvárium gyülekezet. Az akvárium gyülekezet az azt jelenti, hogy tele van vízzel. Tehát nem itt van a víz, hanem oda, oda, oda a padló, ott mi ez? Mennyezet köz, plafon. A plafonon túl beáztatja, már felettől lévő plafon is már vizes. Annyira tele van ez vízzel. Na most figyelj, tudod mi jó, amikor ez teljesen akváriumgyülekezetté válunk? Közeledünk hozzá nagyon közel vagyunk, csak jelzem. Tudod, miért lesz jó? Mert itt is lesz kenet, meg ott is lesz kenet. Meg itt, és láttam azt, hogy ott valaki ráteszi, a vízben, vízben, lebegünk. Tehát így, így, úszunk a vízben, a kenetben, a gyógyulásban. Ha már ott úszkálsz, akkor valakire ráteszed a kezedet, gyógyulj meg tesó, abban a pillanatban meggyógyul. Itt a mikrofonnál lesz valaki, aki, mert láttam ezeket, és ezeket hiszem, hogy Isten azért mutatja meg ezeket a vágyámokat, a szellemben lévő hogy ezek elő Jönnek. És én láttam azt is, hogy megállok egy prédikáció közben, vagy más valaki áll meg egy prédikáció közben, és azt mondja, hogy hopp, te ott lehet, hogy rákos voltál, most Isten szólt, hogy gyógyulj meg, mennyi vizsgáld meg magadat, és gyere vissza az eredményen, mert meggyógyultál most. De ez nem habisztira, mert tényleg ezek fognak történni. Mert úszunk a vízben, mert benne leszünk a Szent Szelemben. Ámen, ámen, így van. Úgyhogy akvárium gyülekezetet akarunk, halleluja, ámen, akvárium gyülekezetet. És amikor a Szent Szellem szól, jön, akkor annyi minden történik, hogy egy alkalommal is megy, ez van. Viszont ma egy alaptémát szeretnék nektek, nem csak nektek pontosabban, az a helyzet, hogy ez az, amikor az egyház felé szolgálunk, egy picit a más gyülekezetben lévő tesók felé, nem mindenkit érint ebben a gyülekezetben, itt is van, akit érint, de azért az egyházban sok mindenkit azért tud ez érinteni. Ma az árvasságról szeretnék pár szót szólni, és hogyha esetleg a szimptomák közül mondjuk 12-t fogok felsorolni, csak hogy tud, ha 12-ből mondjuk 8 illik rád, akkor gyanús hogy ebben, ebben, részed van, de ha nem, akkor neved magadra, akkor örülj, neki, hogy csak bűnös vagy, vagy elvetettség, vagy bármi egyéb laza dolog, de értitek, nem akkor elviccelni, de értitek. Oké, okay. szóval egy, egy alaptéma. Egy olyan szellemi konstrukcióról fogunk beszélni, ami, ami nagyon nagy rejtettségben munkálkodik az egyházban, nem egy nyilvánvaló dolog, és általában abszolút összekeverik az elvetettséggel. És a mai témánk a szellemi árvaság. Az emberi, az emberi, ugye tudjátok jól, hogy szellem, lélek és testből áll, három részből áll. Ma tanítani fogok, tehát nem prédikálni, úgyhogy gyertek velem, mert sok-sok anyagot kell most át, átvennünk. És minden, ami hatás éri az életünket, születésünktől, fogantatásunktól kezdve egészen a mai napig, minden hatás, ami ér bennünket, az mind a, hármunk, a hármasodra hatással van. A szellemedre, a lelkedre és a testedre is. A szellemünket, a legfontosabbat a megtérésünk után az újjászületés révén is abszolút helyreállítja. Puty, az ötön helyre van állítva. A testünknek, ez a csodálatos test, ami nekem is van, ennek a megdicsődése azonban az még a jövőre várat magára, fogyni lehet, de alapvetően a megdicsőült test az az eljövendő királyságban a feltámadás után fog megtörténni. De a közbülső része, a lélek, a léleknek a megszentelődése, a léleknek a helyreállása, gyógyulása, szabadulása, az most történik meg, és abban nagy részben ránk van ez bízva. A Szent Szellem meg az ige dolgozik velünk együtt, de az egy azt mondja, hogy félelm és leszketéssel a lelketek üdvösségén, ott a szó szerepel, magyarán nem a szellemünk üdvösségén kell dolgozni félelmis rettegéssel, hiszen azt a hit által átvettük, meg vagyunk logikus, lobli, dip, 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 de a lelkünknek, az értelem, érzelem, akaratod, a lelkünknek, ami hétfőreggel teljesen máshogy ébred, mint péntek idő után, a munkaidő után, a lelkednek a megszentelődése, megszabadulása, meggyobbulása, az ránk van béza, és az Isten és a Szent Szelem segít ebben. Ez egy földi folyamat. A gonosznak mert ugye tudjátok, hogy a sátán királysága jelenleg még mozog a földön, a gonosznak van egy lenyomata az emberi életen, van egy lenyomata, ugye lenyomata az, hogy el vagyunk kárhozva, amíg nem térünk meg és nem születünk újjá. Azt Isten megoldja. Aztán van egy lenyomata a lelkünkben, a lelkünkben különböző hatások érnek bennünket, és az a helyzet, hogy a, ke a körülmények lassabban, ez még mindig jobb, mint pár évvel ezelőtt azt írták föl, hogy több szeretettel. Na, fejlődünk, gyerekek, haladunk, haladunk. <laughs> Halleluja. Tehát, lassabban. Így jó. Jó. Ö, tehát a olyan körülményeket és eseményeket idéz elő a gonosz. Nem? Ez sem az? Akkor próbálkozzatok. Majd a felvételt lelassítjátok. Jó? Maradjunk ennyiben. Szóval a gonosz, a, a gonosz támadásának a lelkünkben is van lenyomata. És, na, és a gonosz nagyon gonosz, mert ő a... Érdekes dolog hogy a szellemi lényünk, ahogy lejön a földről a fogantatáskor, a szellemvilágban, ennek a meggyőződésem logikus, van egy szellemi látás a gonosznak arra, hogy é, lejött egy apostol, é, lejött egy csodálatos, nem tudom, programozó, mit tudom én, aki már Isten királysága mekkora dolgokat fog csinálni, egy evangelista. És én azt veszem észre, hogy a gonosz a személyre szabottan kezd el konstrukciókat létrehozni az, az életedben, a családi körülményekben, és így tovább, és így tovább. Pontosan azért, hogy elfolytsa, ezt az ajándékot, ezt a küldetést, vagy teljesen megragadván áthozza a sötétség királyságába, és a sötétségnek leszel a tanítója, evangelistája, profitája és gyógyítója. Na, de ezeket, amikor megtérünk, a, vagy megtérésünk előtt, ezek a, ezek, a, ezek a, ezek a, dolgok deformálják a lelkünket. Tehát, mint a Stanszli össze van nyomódva, és amikor megtérünk, a szellemünk születik ugyan, de a lelkünk az még össze van facsarodva, és ki kell, hogy simuljanak ott a ráncok. És vagy akár úgy vannak összecsomózva, hogy démonizáltak vagyunk, most csak magunk között vagyunk, ugye, tehát keresztény is lehet démonizált, zárójelben, de hogy hát, de annak nincs nagy, hogy, hogy mondjam, azt kiűzzük jó napot. Tehát Jézus Krisztus nevében kimegy, azt hello. De amikor, 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 amikor viszont lenyomatot hagy, megkötözöttséget hagy, struktúrákat hoz létre, csak így tudsz beszélni, mindig így reagálsz, mindig úgy reagálsz, mindig elrontasz egy induló kapcsolatot, mert mindig zsigerből kijön valami, akkor ott egy olyanfajta mély benyomás, benyomódás, megkötözöttség, stb. van, ami nem egyszerűen egy szabadító szolgálta lehet elvégezni, hanem a lelkünknek a felépítésével, meggyógyításával és me, lelkigondozásával. De ez, ez is nyilván az Úr ezt is elvégezte. A mai témánk az árvaság, ami azért egy nagyon fontos téma, és én még speciál nem hallottam, lehet, hogy van, én nem hallottam még előtanítást, tanítást. Tehát lehet, hogy van, csak mert elmondom, hogy én, hogy kaptam. Ami azért egy nagyon fontos téma, mert a fiúságodnak, a fiúságodnak a kibontakozásának a legfőbb akadályozója az egyik legfőbb akadályozója. Az árvaság konstrukció, egy szellemi konstrukció, az árvasság lenyomata, nem akarok ilyen démonak, tehát az árvaság szelleme, lenyomata, kinek milyen mértékben, de az árvaság az azt csinálja, hogy megakadályozza, hogy én egy érett, fér, érett, fiúságra el tudjak jutni, magyarán, hogy örökös legyek, hogy át tudjam venni az örökségemet. Nem az üdvösségemet akadályozza meg, nem azt akadályozza meg, hogy Gyülibe járjak és valameddig növekedjek, hanem azt akadályozza meg, hogy átmenjek az életkorba, és mindjárt látjátok, hogy hogy az atyai házban való növekedés gátolja, gyakorlatilag blokkolja az érett Krisztusi korra való fiúsára való eljutást, és ami nagyon szomorú, hogy rengetegen eltékozolják az örökségüket. Mert itt meg lehet állni, meg lehet állni a fejlődés, meg lehet rekedni a fejlődésben, és hogyha én nem tudok ezzel a konstrukcióról kijönni, akkor el fogom tékozolni az örökséget, mint hogy ezt az igében fogjuk látni. Különbség van, az elején mondtam, hogy mert sok lelki gondozó tényleg összekeveri az elvetettséget, meg, a, meg, az árosságot. Én is összekevertem, és innen kaptam egyébként kijelentést, hogy egy, egyik kedves szeretett szolgatársamat, aki most már pásztor vidéken, de együtt kezdtük a gyűrét, stb. 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 nagyon jó barátok vagyunk. De amikor szolgáltam felé még évekkel ezelőtt, akkor hát én az elvetettséggel próbáltam őt megszabadítani, de csak nem szabadult, csak nem szabadult. És már már, már, már kínos volt, tehát kerestük, hogy mi lehet a probléma, és tulajdonképpen ott kezdte el Isten kijelenteni, hogy ez az árvaság. És én elvetettségből jövök. Tehát ez én hátterem az, hogy elvetettségből szabadultam és gyógyultam, meg gyógyulok. És ez azért nagyon fontos, mert mert ő tényleg máshogy volt egy kicsit nyomi, máshogy volt deformálódva a kapcsolataiban, máshogy is. Ezt kezdte el ott megmutatni Isten, hogy mi a különbség a kettő között. Ami nagyon érdekes, az elvetettségnek egy nagy irodalma van, tudod, Derek Prince, stb. stb. Annak egy óriási irodalma van, viszonylag nagyon szépen felmért, leírt, jelenség, elvetettség a sok mindent tudsz, jó, nem, általában hogy alakul ki, ez is van a irodalma, elhagynak, elhagyja az egyik szülőd, akár fogantatáskor is, akár később, tehát általában a csonka családban felnővő emberekre abszolút jellemző tud lenni az elvetettség, inkább így mondom. Az árvaság ezzel szemben kifejezetten családi háttérrel rendelkező embereknél jelentkezik. Ez nagyon érdekes. És ezzel kezdett el tanítani Isten. Egy elvetettségnél tényleg könnyen föl... Tehát beszélgetsz vele, és akkor nagyjából tudod, igen, apám elhagyott, amikor anyám három hónapos terhes volt, és stb. 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 Viszonylag könnyen rá lehet jönni, hogy itt bizony... És az elvetettségnek vannak tünetei. Tehát elég, hogyha tíz évvel korábbi engem, engem megnéztek, mondjuk privát kapcsolatokban. Tehát az elvetettségnek vannak klasszikus tünetei. Ugyanakkor az árvaság a simán megtörténik ilyen családi körülmények között, és a kulcs az a látszat. Azt mondta az úr, hogy minden család, minden családnak, minden szülőnek az Istentől kapott rendeltetése, első számú rendeltetése, hogy bemutassa, hogy képviselje a gyermekek felé az atyának a gondoskodását, az atyának a szeretetét, az atyának a látásmódját, az atyának a, a buzdítását, az atyának az intését, szeretetben való fegyelmezését, az atyaságot, ezt a szülői, ezt ne elvileg egy családnak, egy házaspárnak, ezt kellene bemutatni és képviselni a gyerekek felé. És az a helyzet, hogy ez az intimitás, ez a bensőségesség, amit Isten kitalált egy családi mintában, amikor ez nincs meg, amikor látszólag ez megvan, és nem azért, mert rosszak a szülők, vagy gonosz szívek, majd mi elmondom, hogy abszolút a legtöbbnél nem is ez van, hanem egész egyszerűen csak látszólag van apa, látszólag van anya, látszólag van család, még akár fizikai gondoskodás is van, fegyelmezés is van, de ez az érzelmi, lelki intimitás, ez nincs ott, ez a bensőségesség az atya és a, a gyermekei között, akkor az a helyzet, hogy ott kialakulhat az árosság. Tudnélik, igazából nincsenek meg a szüleim. Nincs meg az a szülő, amit egyébként Isten nekem egyébként elrendelt. És ezért mondtam, hogy az árosság az az a látszól könnyebb, könnyebb, ügy azt meglátni, mert ott nyilván elváltak, elhagytak, stb. stb. Az álhasság nagyon rejtetten közlekedik és épül ki. Egy díszlet ilyenkor a család, nem szám tudták betölteni a, a, gyerekeiknél, mint amire ami a gyerekeknek a lelkében lett volna egyébként igény. És ezért családon belül, de árván nőttek föl. És kialakultak ilyen árva, árva metódusok. Ö, ami, igen, ö, másik ilyen standard, hogy valaki nagyon szigorú a gyerekéhez, akkor is ki tud alakulni egy ilyen, ilyen árvaság. Oké, okay. árvaház. És sok ilyen család, nem mindegyik, de sok ilyen család tulajdonképpen ilyen rejtett árvaházként neveli fel a gyerekeket. Az árvaság szelleme azért egy gonosz dolog, mert az atyaság ellen dolgozik. Az atyaság, az apaság, a főség, az ahhoz való kapcsolódás ellen építik ki a struktúrát, és a későbbi hitéletünkben ezek vissza fognak ütni. Szóval ezeket mutattam meg Isten a vezető társammal kapcsolatban, amikor szolgáltam felé, később egy szellemi fiam életén keresztül is, és együtt találtuk meg a gyógyulásnak a kulcsait. Akkor nézzük meg pár jellemzőt, és ezzel mondtam, hogy 10 pont lesz körülbelül. A többségi jellemző akkor, akkor lehet, hogy ez. Szellemi árvosságban vagy. A szellemi árvásságban lévők nem képesek arra, hogy Istent igazán atyaként elfogadják. Nyilván tudják, ismerik a teológiát, de az a fajta bizalom, az a fajta rátámaszkodás, az a fajta, hogy, hogy hibáztam, nem baj, apám szeret, most javítok, érted? Ez hiányzik, mert ők ezt nem tapasztalták meg az otthonaikban. Ők vagy azt tapasztalták meg a családi otthonokban, hogy nem foglalkoztak ezzel, észre, hogy élsz, -e, hogy, ész -e, hogy jó napot, vagy azt, azt tapasztalták meg, hogy négyest hoztál, agyonverlek. És hiányzik a, a szeretet, a bensőségesség. És ezért a, a, az ilyen emberek, azok egyébként nem csak az atyát, az Istenek az atyaságát nehezen tudnak kapcsolódni, de egy idő után a pásztort sem fogják tudni elfogadni, meg a, a, a vérbeli apjukkal meg szintén ugye problémák vannak. A szülő, az atyaság az elviekben egy biztos pont lenne egy embernek az életében. Így találtak ki minket. Nyilván nem így működik legtöbb esetben, vagy sok esetben, de egy olyan pont, ahol biztonságot, megerősítést, visszajelzést, szeretetet, védelmet kapunk, ahol tudunk fejlődni. Egy védett kapcsolat, amiben én tudok fejlődni. Ez az etalon. És az a helyzet, hogy a szellemi, árva szülő, a szellemi árváknál a szülők általában kis képességgel rendelkeznek arra, vagy éppen nincsen, hogy kifejezzék a szeretetüket és a gondoskodásukat a gyerekeik felé. Nem azért, mert rosszak szeretném hangsúlyozni, hanem egyszerűen lehet, hogy ők se kapták meg, így, így dobta a dolog. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy az, hogy egy apa azt mondott, hogy jó, akkor egy apa legyen szeretett, vigasztaló, meghitt, meg stb., és akkor nem lesz szárosság, ez sem igaz. Mert egy igazán meghitt szülői kapcsolatban ott is kialakulhat az áraság, és erre már időm nincsen, de a Lukás 15-11-et, a tékozló fiút érdemes majd ennek a szempontjaiból átolvasnotok. Lukás 15-11, a tékozló fiú. Ugye két tékozló fiú van, egy, aki elment, egy, aki pedig ott maradt, jó? Ö a tékozó fiúk ilyen klasszikusan bemutatják, hogy az árvasság leggyakoribb tüneteit, amilyen végigmegyünk, hogy milyen tüneteik vannak, miközben ők egy igazán jó atyai házban voltak. Mert azt azért tudjuk, hogy a Isten példázó atyát, ott azért hiba nem lehetett. Így van? és mégis mind a kettőnek problémája volt a, a fiúsággal. Tehát nem feltétlenül a rossz szülői háttér okozza ezt, és ha szeretném hangsúlyozni, hanem jó szellemi házban is kialakulhat. Jó gyülekezetben is kialakulhat. Jó szellemi anyával vagy szellemi apával mellett is kialakulhat, hát ha még rossz ráadásul. vagyunk? Oké. Okay. Nyilvánvalóan a Lukás 15-11, az, mert egyetlen egy földi apánk ugye nem tökéletes, de a Lukás 15-ben szereplő atya mintázat az ugye magát az Istent mutatja be, tehát az nyilván az tökéletes. De ha az igaz, azt mondja, hogy még ott is kialakulhat ez, ebből látszik, hogy ez alapvetően van egy jó hír egyébként ebben. Mi a jó hír ebben? Már most az előre elmondom az evangéliumot. A jó hír az az, hogy tök mindegy, hogy milyen volt a szülői háttered. Nagyon jó, vagy nagyon rossz. A fiúság nem ezen fog múlni. A fiúság a te döntéseden fog múlni. Hogy te hogy viszonyulsz. Megkönnyítheti egy jó apai ház, nyilvánvalóan, de az ige arra, arra tanít bennünket, és ezért lesz ma mély ez a tanítás, mert felelősség hordozó, hogy rajtad múlik, hogy árva leszel, vagy fiú leszel. És ez nem a szüleiden, még csak nem is a pásztorodon múlik, nyilván tudunk sokat rontani a dolgokon. A fiúság útját mi választjuk meg. Ha ezt ma valaki megérti, vagy a következő alkalommal, akkor el fog tudni indulni a gyógyulás útján. Ha nem, akkor úgy beragad ebbe az állapotba, hogy beragad. Maradjunk ennyiben. És az nem vidám. Nézzük a tüneteket. Az Árvaság uralma alatt lévők, az árvasság hatása alatt élők nagyon gyakran bezárják a szellemiségüket. Tehát bezárják a szellemüket, és elszigetelik magukat, még akkor is, ha semmi rosszat vagy semmi rendkívüli rosszat nem tett ellenük az apjuk, szülőjük, pásztoruk, vezetőjük szellemi tekintély. Nekem például ez a testvérem, akiről most beszélek, ez a szolgatestvérem, aki szolgáltam, egy örömteli, lelkes testvér tudott lenni, és egyik pillanatról a másikra át tudott váltani egy ilyen nagyon beborult, nagyon lehangolt, hát egy olyan valakibe, aki ilyen, ilyen visszahúzódó és ilyen komor árvaként kezdett el cselekedni, de egyik pillanatról a másikra. És az atya gyermekei közül az egyházban nagyon sokan élik meg az életüket ugyanilyen módon, hogy egy ilyen elutasítottság, egy ilyen, egy ilyen állandó harcban állnak az elutasítása, a függetlenség, az elszigeteltség, a lehangoltság érzésével, ezek folyamatosan jönnek. Noha valóság, amiben egyébként élnek, az teljesen más. Nem tökéletes. Senkinél nincs tökéletes család, sehol nincs tökéletes gyülekezet, sehol nincs tökéletes szellemi főség, de értitek, nem erről szól. De amikor valaki az árvasság alatt van, az olyan felnagyítva érzi, hogy egyedül vagyok, hogy engem nem ért meg, hogy engem megbántottak, hogy az apám megbántott, a pásztorom, a vezetőm, a főnököm, stb. Általában a főséghez kapcsolódik nyilván az árvasság. Hogy, és ez, nincs, nincs reális arányban, amit, amit, amit megélnek. Az ávasságos emberek igen-igen távol tudnak lenni a kapcsolataikban. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Ez a távollevés. Mit csinált a mennyei atya, amikor várta a tékozló fiút? Mit csinált? Kiment a mezőre. Mikor ment ki a mezőre? Hányszor ment ki a mezőre? Sokszor minden nap tudni élik. Tehát ő minden nap kiment a mezőre, hogy majd évekkel később egy visszajövetelt megvárjon. Tehát, mert a tékozó könnyű dolga van, neki csak egyszer kell visszatérni. De az apának, ő minden nap kiment, és ilyen várakozással várta, hogy mikor jön vissza. Ebben van egy üzenet. Akik árvaságban rendek, árvaság alatt vannak, azok, ha megfigyeled, mindig te várod őt. Nem, nem ő fog telefonálni neked, hanem te fogsz telefonálni. Mindig te nyúlsz a kapcsolataidban, mindig te lépsz ki, főleg ő nem annyira lép ki, ő egyszer-egyszer száz vállalkozás után egyszer esetleg fölhív téged, vagy megjelenik. Ez egy tipikus, ez is egy tünet. Megvagyunk? Oké, okay. megvagyunk? Átment? Elfogadjuk? Jó. Gyakran úgy élik meg az életüket, mintha nem lenne otthonuk, mintha nem lenne gyülekezeti otthonuk, vagy szellemi, vagy családi, vérbeli otthonuk, szerető atyuk, és gyakran meg tudják élni az elhagyatottságot a gyülekezeten belül is. Amikor nem érezzük magunkat biztonságban, szeretetben, az atyával, a gyüliben, a családban, értitek, akkor nagyon árvának tudom magamat érezni, mert nincs senki, aki engem, aki engem szeressen. Nincs hely, ahová tartozunk. Harmadik jellemzője. Nagyon gyakran a hibákra koncentrál. Az én drága testvéremnek olyan látása volt, de tényleg, is jó szívi volt, nagyon precízen látta, hogy mi, hol van a hiba. Akár bennem, akár a rendszerben, akár bármiben, ez egy ajándék, mert szent szellem, mert teljes férfi ah, bocsánat, nem a szóval, tesó volt, de a lényeg az, hogy ő nagyon gyakran a hibákra koncentrált, amit nyilván főleg bennem látott meg, mert én voltam a pásztora, ez nem vicc, az árvaság leginkább a lakmuszpapír, az az apád, a mennyei atya és a szellemi, szellemi főségek fel való kapcsolatban jön ki. Mert nyilván oldalirányban nem annyira jön ki. Ott is jelentkeznek a tünetek, de fő, a főség felé, ahonnan jönne az áldás, jön a védelem, ahonnan jönne a, szolgálat, a, felé fog ez főleg jelentkezni. Na most mert csalódottá és bátortalaná és sebzetté vált, ő ezt így élte meg, nyilván sok hibát követtem is el, de mégis a tesó egy ilyen ilyen fáj a fájdalmai és az ítélkezései közepette, ő így fogalmazta meg ráadásul, ő elvesztette a tekintébe vetett bizalmát. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Ha valamit megérzel, ezt ma jegyez meg. Vékony funk fogunk mászkálni ma végig. a végig. Egy elvetettségből jövő ember, mint én is, az elvetettek, azok marhára szeretnék, hogy legyen végre tekintély. Nekünk nem probléma, ha valaki tekintélye jön. Nekünk nem probléma, ha valaki végre apaként, mit tudom én, hibázhat is, megfélel, morgolódott, de, de jó, ha van. Az árváknál ez egy ez, ez, ez problémás. Az alapbizalmat el tudják veszíteni, és az a helyzet, hogy egy ezt az, az alapbizalmat, ha elveszíti az árvaságban lévő ember, az egy nagyon fontos dolog. Mi az alapbizalom? Az alapbizalom egy készség, hogy nyitva tartod-e a szívedet mások felé, azok felé, akik hibáznak és megbánthatnak téged. Ezt nevezzük alapbizalomnak. Ez egy ős alapbizalom, amit belé helyez minden emberbe Isten. Az alapbizalomban neked nyitott szíved és nyitott szellemed van. Hiába láttam, hogy a... Csak ugye a Miri nem a főnököm. Tehát hiába láttam én is annak idején az én vezetőmnél, az én pásztoromnál, vagy a jelenlegi befedezőimnél esetleg, ha látok hibákat, vagy vékeket, vagy bármiket, az nem rendít meg, én nem ebből jövök. Sose rendít meg a hozzájuk való kapcsolódásomban. De egy árvaságban lévő, árvaságból jövő, akinek nincs tapasztalata arra, hogy, hogy lehet egészséges kapcsolat szülő és gyermek között, hogy hülye mind a kettő, mert szeretjük egymást, mert balhézunk, de szeretjük egymást, mert kibékülünk öt perc múlva, érted? Ez nincs meg, mert egy érzelmileg, egy teljesen fagyottabb, vagy minimál bauhaus jellegből, ö, ö, lelki bauhausból jönnek, tudod? Ö, és ezért, amikor egy, egy, fő, egy pásztor, egy atya, vagy egy apa, vagy tudatalatt az atya, az Isten, hibázik, nem úgy csinálja, megbánt, azt egy árosságban lévő lelkületű ember, azt, azt sokkal nagyobb, azt nem tudja nagyon jól lekezelni. Ezért mit csinál? Visszavonul. Abba a pillanatban visszavonul jó mélyre. Amúgy is elment jó messzire, mert a száz naponta egyszer hív fel téged, de utána majd ezer nap fog eltelni. Az alapbizalom tehát az, amikor meghozkáztatod a megtámadhatóságot. Alapbizalom az, amikor te meghozkáztatod egy kapcsolatban a megtámadhatóságot, akkor is, ha az, megfogseb, ha az megsebez téged, vagy megsebeszhet. nyitott maradsz, és nem zárod be a szellemet. Ez jelenti az alapbizalom hogy nem zárom be előled a szellememet. Megint ráléptél a lábamra, megint hazudtál, így alakul ki egy barátság, így alakul ki egy kapcsolat, nyilván, hogyha mindig ért, értitek a szélséget, felejtsük el. De így alakulnak ki az emberi mély kapcsolatok, hogy folyamatosan kockáztatok, hogy nyitva tartom a szívemet, a szellemet a mások elől, akkor is, amikor hibát vét vagy bűnt véd el. Nyilván vannak mértékek, amikor nem kell. Ez az alapbizalom az alapbizalom az az, hogy képes vagy megindulni, amikor a másikban meglátod a gyöngességet. Az árvák, ha meglátják, pláne mondom, a főkben a gyöngességet, az újabb igazoló pont arra, hogy nekem miért nem kell az apába megbízni. Hogy én nekem miért jobb egyedül. Én miért tudom jobban csinálni az életemet egyedül. Majd én megoldom. Majd én egyedül megcsinálom tipikus árva tünet, aki nem, az, 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 ő egyedül csinálja meg a dolgokat. Különösen a tekinté felé lévőkben a kapcsolatok könnyen működés válnak, hogyha nincs alapbizalom. Nem bízom meg benned eléggé, hogy én beszéljek az érzelmeimről. Ez egy árva, árva mondat egyébként. Ha nincs benned viszont alapbizalom, ha nincs benned alapbizalom az atya felé, az apa felé, a szellemi apa felé, akkor hogyan fogsz egyébként megküzdeni a büszkeséggel, a félelmekkel, a függetlenséggel. Nem fogsz tudni megbirkózni vele. Hogyan osztom meg magamat a fővel, a pásztorral, az apámmal, az, atyával, ha nem bízom abban, hogy ő a javamra fog válni? És így nagyon nehézé válik, hogy elfogadja a szeretetet, a vigasztalást, a tanítást, a nevelést, a fejlődést. Ezeket pont ezek, ezekből a kapcsolatokból jönnének. És elvisz a meghittség is. És az alapbizalom valójában Atya Isten felé sincs meg. Jellemzően az árosság, árosság alatt lévő emberek, ez az én barátom is annak idején, ő nagyon nagy istenes volt. Tehát nagyon, nagyon tényleg őszintén hitt az Úrban, és inkább az Úrban, mint emberekben. És egy idő kellett, amíg megértette, hogy igazából ő az Atyában nem bízik. Ő úgy csinál, mintha. Ő akar bízni az Atyában. De hát, hogyha, ha nem fogadja el a pásztort, nem fogadja el a, a, a helyzeteket, amit az Atyától kapott, akkor valójában én nem bízom az Atyában. Hát ő tudja jobban nem. Te miért vagy ebben a gyülekezetben? Most nem a látogatókhoz szólok. Nyilván ők sem véletlenül vannak itt. Te tudod, miért vagy ebben a gyülekezetben? Vagy miért van valaki bármely más gyülekezetben? Mert az ott lévő emberek, vezetők és fők, most az átlag a, jobb, a jobbik esetet mondom nyilván, azok hasznodra vannak. Isten úgy találta ki. Úgy találta ki. Én a ti hasznotokra vagyok. A kevéske előnyömmel és a nagyon sok gyarlóságommal együtt. Ezek mind-mind a hasznodra válnak, mert nem ezen fog múlni, a reakcióidon fognak múlni a dolgok. Az ilyen embereknél következő pont, a jó fajta, na most van a vékony ég, a jófajta alávetettségtől való tartózkodás alakul ki. Ezt a szót ma nem szeretik a gyülekezetben, meg az egyházban. Egyszerűen azért, mert az alávetettség fogalmát azt lejáratták az elmúlt 20-30 évben, de piszkosul. Főleg karizmatikus gyülekezeteink háza tájékán, tehát ez inkább a mi berkeinkben belül. És ezért ma, ha erről beszélsz valakinek, aki olyan sérült háttérből jön, ahol ezzel visszaéltek, akkor egész egyszerűen nagyon, nagyon nagyon nehéz beszélni, hogy ne azt értsék azon a szón, amit ők tapasztaltak húsz évig, hanem azt értsék ezen a szón, amit az ige, az ige és a Biblia jelent. Az alávetés az egy szeretet, vigasztalás, bátorítás, tudás, tanítás, intés is benne van, de az, az érkezik meg egy jófajta alávetettségből. Az én kisfiam nekem alá van vetve, így van? Mégsem hiszem, Ebben bízom, hogy nincs azért agyon besérülve a szülői, szülői működésemtől. Egészségesen nevelkedik. Mert ha jól működik a dolog, bár követek el hibákat, mégis, ha jól működik, akkor az alávetettség az mivel jár? Haszonnal, épüléssel, erősödéssel. Az alávetettség görög szó egyébként, és azt jelenti, hogy valami alá helyezem, és felemelem ugyanabban a pillanatban. Ez jelenti a görög szó. Tehát az alávetettség azt jelenti, hogy én magam alá helyezem valami alá, egyben azt föl is nyomom, föl is emelem. Ezen úgy emlékezz, és rágítsád. Rág, az alárendeltség nyilván nyitott szellemet feltételez, mert azt feltételezi, hogy, hogy leül velem beszélgetni, vagy leülsz a pásztorral, vagy az atyáddal, vagy az atyával beszélgetni, és amit mond, az az én hasznomra fog válni. Amit mond, amit tanít, abból legalább lesz egy százalék legalább, amit én majd kiszűrök is akkor. Hiszen ember nem mindenben kell, értitek, meg kell szűrni, amit minden pásztor mond, ez nyilvánvaló. Meg kell ítélni, a szellemet bent van, és, és jelzi majd. De ha nekem nincs meg ez a nyitott szellemem, akkor én nem fogom igénybe venni azt az ajándékot, amit egyébként Isten nekem készített elő. Ezért amikor valaki izolálja magát, elzárkozik, ugye lakatos például online tagságról beszélt, hogy olyan nincsen, meg azt mondom, hogy egy gyűlén belül is, ha valaki elzárja magát egyébként a főségektől, akkor ő abszurd ki fog maradni abból a fajta mozgásból, amit a Szent Szellem az ő életébe be akar vinni. Építeni, átalakítani és gyógyítani akarja. Mi elvetettségből származók, mi cirkuszulunk. Tehát ha engem nem hisz meg egy buliba, akkor én megsértődöm, és engem miért nem hívtak meg. Mindenkit meghívnak, csak engem nem. Nem? Ez egy klasszik elvetettség. Mindenkire mosolyodnak rám, nem. nem mindegy, megbocsájtok, de érted. És ha csak rám, igen, persze megyek, rögtön tudod. Tehát ez az elvetettségből jövés. Az, alávetet, az, az, az ábrasság, ez nem így működik. Ő nem, ő nem akar. Ő nem megy bele. Őt ha nem hívják meg a buliba, annál jobb. Egy gonddal kevesebb. Oké. Okay. Mondjuk félig fogok beszélni, jó? És akkor nem tudom, hogy fogok bajni. Az alárendeltség egy nyitott szellemet feltételez, ami képesítesz bennünket, hogy hűségesek, sebezhetőek, de őszinték lehessünk egy-egy kapcsolatban. Ha egy emberi kapcsolatban nincs ilyen aláretettség, alárendeltség, egyébként az, az egyenrangúaknál is kölcsönös aláretettség egyébként, például, abban is megnyilvánul, hogy én nyitott vagyok arra, hogy te beszélj hozzám, én beszélek hozzád, hogy te megmondhassd, és én is megmondhassam neked, és ebből kialakul egy épülő kapcsolat. Az alávetettség az az alázatnak a cselekedete. Az árvák büszkék, és ez egy nagy különbség. Ez, ez a tesóval matekoztuk végig, és aztán hálásnak, hogy be tudta vallani, hogy ő nagyon büszke ember volt egyébként. Nagyon nem úgy tűnt egyébként kívülről, de nagyon büszke volt. És rájöttünk, hogy a, az árvaságban lévőkben van egy keménység, egy büszkeség. Pont azért, mert hiányzik az alárendeltségnek az alázata. Meg vagyunk? Oké. Okay. Ezt egyszer kell csak elmondom, a következő tíz évben nem veszük ezt elő. 1 Péter 5-5-7. Hasonlóképpen a ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, tehát engedelmeskedjetek, mindjárt pedig egymásnak is engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll. Értitek? Van egy vének is fiatalabbak, és van egy egymás közötti alávetettség is, és, az, ezzel és ellen, ellen párnak mondja az ige, hogy az a dőfösség, a büszkeség, a kevésség. Oké. Okay. Az egyházban nem véltem, hogy a leginkább sebzett terület az, az ez, az angadémesség, meg az alávetettségnek az alaptanítása. A legtöbb kárt itt szenvedték el egyébként az emberek. Alávetettség nem azt jelenti, hogy én mondom meg, hogy kivel házasodjál. Alávetettség nem azt jelenti, hogy én mondom meg, hogy te mit csinálja az életedben, jössz egy gyűlibe, vagy nem jössz a gyűlibe. Ez nem az én dolgom. Csak, csak példákat hoztam, hogy hogyan szokták ezt csinálni esetleg régebbi karizmatikus korokban, nem ezt jelenti az alávetettség. Ez egy nyitott szellem a fő felé. Um, az Istentől származó szerető tekintét egy zárt szellem nem tudja átvenni. Ha én be vagyok szárva, akkor hogyan fogom átvenni az apámtól, lehet, hogy megtért húsz év után az apám? Hm? Ha én elzárom magam előle, hogyan fogom átvenni a szeretetet, ami rajta keresztül érkezne vigasztalás? Ha én a pásztoromtól elzárom magam, hogyan fog érkezni meg hozzád az a kegyelem, az a szeretet, az a végasztalás, az a búzítás, az a bátorítás, amit Isten azért adott bennem, vagy a Jocó pásztor, vagy bárkin keresztül, hogy az hozzád elérkezzen? Ó, majd Isten közvetlenül. Nem igaz. Ez egy hazugság. Isten azért alkotta meg Krisztus testét, hogy Krisztus testén keresztül. Neked merem neked mondani, hogy az áldások fele alsó a Krisztus testétől fog érkezni, nem pedig a Szent a te szobádban. A te szobádban az angyal behozhatja egyébként a színes tévét, behozhatja az ellátmányt, ő az úr, mindenre van hatalma. Tapasztalatom az, hogy egy tesótól fogsz adományt kapni. Van olyan ismerősöm, akinek tényleg a, bezárták a hó el, tehát még 50-es évek, elzárták a házukat, a hó ilyen 5 méteres hó volt, stb. 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 Nyilván nem, nem volt még mobiltelefon, imádkoztak meg ilyenek, és nem, nem, nem tudtak kimenni. És nem volt kaja, meg izé, és a hón reggel ott álltak egy csomagot, kajával, ilyen kis csomagot. És nem volt a hóba lábnyom. Van ilyen? Van ilyen. Na de a legtöbb esetben lábnyomot fogsz találni életedben, amikor az áldás jön mert emberen keresztül csinálja. Tetszik, nem tetszik. Jobb, ha megszereted. A következő következmény ennek, hogyha én zárt szellemű vagyok az atyá, az atyaság, a főség felé, az mit fog eredményezni? Következmény, függetlenség. Az a helyzet, hogy egy ilyen független szellemiség fog megjelenni rajtad, benned, rajtad keresztül. Ez először úgy fog jelenni, hogy nem bízom benned annyira, hogy elmondjam a dolgaimat, inkább intézek magam mindent én. A függetlenség nem azonos az önállósággal. A független ember büszke ember, az önálló ember alázatos ember. Az alvaság tipikus tünete egyébként, amikor nem kérik ki a vezetőnek, az apának, az atyának, vagy a szellemi véneknek a véleményét. minden megcsinálnak maguk. Tipikus kamasztoldonság egyébként. A kamaszok gyakran sodornak ebből, hogy ők jobban tudják. Szellemileg az egyházban is van a kamasz állapot a gyerekeknél, amikor ők jobban tudják. El sem mondják, hogy mit tudom én, ők most csinálnak egy nem tudom mit csodát, valamit csinál. Aztán három hónap után, vagy három év után tudod meg, hogy bebukott, elbukta a fél lakását, stb. És akkor kérdezed, hogy de miért nem kérdezted meg? Amen. És akkor tudod, hogy miért nem kérdezted? Azért mert árva, mert nem kérdezte meg azért vagyok vén, azért van pár vén itt ebbe a gyülekezetbe, mert sok mindenen átmentek. Sok minden hülyeséget csináltunk, sok bűnt elkövettünk, sok felkapaszkodást megtapasztaltunk, amit neked nem kéne. Azért vannak itt a szülők ebben a gyülekezetben, a szellemi szülők, hogy segítsünk, hogy szolgáljunk neked, hogy átadjuk a tapasztalatot, átadjuk a tudást, átadjuk a, az Istentől azokat a dolgokat, amikből te előbbre tudsz haladni, és kihagysz mondjuk hét évet. Nem jó megsporolni hét évet? Nekem van olyan anyagi bizonyosságom, amivel 14 évet tudsz megsporolni, ha megkérdezel engem. Én nekem 14 éven betellett, de te megsporolhatsz 14 évet. Párkapcsolati ügyekben is vannak tapasztalataink, van igei látásunk. Miért nem kérdezitek meg? Miért nem kérdezed meg az anyagiakról? Abba a gyülekezetben vannak vének, vannak jó gyümölcseik, vannak vállalkozók, vannak tesók, akik nem vállalkozók, de jó gyümölcseik vannak. Hogy hogy csinálták, hogyan érték el? Elmondják, szívesen elmondják. És nem kell úgy csinálod, az én dolgom nem az, hogy te úgy csináld, az én dolgom az, hogy elmondjam. A többi az a te dolgod. Úgyhogy az árvasságnak az egyik ilyen tipikus jele, hogy függetlenül akarja megélni, függetlenül akarja intézni. Ha segítenél is neki, akkor hoppá, jó, az beleszólásnak fogja venni. Itt kapcsolódik a kamaszokhoz egyébként amikor te úgy, 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 mondanád, segítenéd, hogy figyelj, ezt lehet, hogy így érdemes csinálni, ő én jobban tudom, most miért tud a most miért szólsz be, akkor inkább csinál, de akkor én nem is csinálom. Ez tipikus árvasági vagy kamasz tünet. Tehát nem is, hogy árva lehet, hogy a kamasz, de az összes többi tünet is ott van, akkor gyanús, hogy, hogy ez az egésznek a része. Oké. Okay. Nézd meg, hogy mindig van egy kis külön kis területük, amikkel nem közösködnek. Tékozló, a két tékozló fiú. Az egyik mit csinál? Elmegy messzire bizniszelni. Jó messzire. És megcsinálja a külön bizniszét. A Biblia felfogás szerint neki az atya házába kellett volna dolgozni. Neki ott kellett volna az örökségét építeni. A saját örökségét is. Mit csinált? Kikérte az örökségét, és elmentem egy külön biznisz. Járok Gyülibe, de nem mondom meg, hogy egy kis egy külön dolgot csinálok nem kérem ki a véleményedet, nem kérek segítséget, ezt én csinálom. Árvaság. Mit csinált a másik tékozló fiú, aki ben volt a gyűlibe, ben volt az atyai házban? Ő nem ment el a gyűliből, ő benn de ugyanúgy külön volt, nem? Ugyanúgy azt mondta, hogy nekem, én az atyám házához nincs közöm. Nekem, te tőlem semmi jót nem kapok. Én nem kérdezem ki a véleményt, én szolgákat kérdezett meg arról, hogy mi zajlik bent. Nem az apját kérdezte meg. Másokhoz fordult, hogy te, mi történik, hol tudsz róla valamit? Aha, már megint törül az öreg. Uh -huh, na jó. És személyes sértésnek veszi. Mind a kettő típussal lehet találkozni egyébként gyülekezetben is. A függetlenség az azonban azt okozza, ha tartósá válik, és nem számolja fel valaki, nem tér meg, hogy elrejtjük a kudarcainkat, megszégyeljük. Elrejtjük a kudarcainkat, letagadjuk. Lehet, hogy a tékozló fiót a, a, a vájus szakasznál már még előtte, már fél évvel vagy egy évvel már érezte benne, hogy át, fogy a pénz, fogy a zsetón, már a haverok sincsenek itt. Mm, ez lehet, hogy nem a legjobb kör, de már nem volt kivel megbeszélnie. Már nem volt bent az atyai házban. Már el kellett jutni a tényleg a disznóvájúhoz, amikor egy nagy szembesülés volt, amikor belenézett. Szóval, amikor, amikor ilyen függetlenség alá megyünk, akkor ezen eltagadjuk, elrejtjük, letagadjuk a fájdalmunkat, visszavonulunk, nem tudjuk megbeszélni a sebeinket, nem tudjuk megbeszélni, hogy mi fáj, hol fáj, nincs kivel megbeszélni. Pont az a személy nincs ott, akivel meg kéne beszélnem. És a kapcsolataink így, elkezdjük a kapcsolatainkat. Hát nem manipulálni, ez rosszul befolyásolni rossz módon. Haraggal, passzivitással, elszigetelődéssel, semleges beszélgetésekkel. Hogy vagy, hogy, mi időjárás, hogy mész tovább. Magadból már nem ad semmit. A kapcsolataink így az atyákkal felszínesekké válnak. Ez a következő következmény. Mivel félünk igazán megnyitni a szívünket, mert félünk, hogy újra megsérülünk. És mivel senki nem ismer meg bennünket egy idő után, hiszen elzártam magamat, hát jön még egy szellemiség egyébként be, ez is klasszik, a mártiromság. Ez szintén ennél a tesónál ez megvolt, mi ezen a ponton tértünk meg egyébként, amikor ezt fölismerte, és azt mondta, hogy ú, ez már tényleg gáz, és mondtam, ez tényleg az, akkor, akkor megtértünk. De ideig el kellett mennünk, a, föl, a, a fölkutattuk ezt a szellemi mozgást, ez a mártiromság egy olyan érzés, hamis mártiromság, mert nem egy igazi mártirom, nyilvánvaló. Ez a hamis mártiromság az olyan érzés, hogy minket senki nem ért meg, minket senki nem szeret. Minket igazából ö, ö, nem tudják, hogy, hogy mi itt vagyunk, hogy mi létezünk, hogy én élek, stb. stb. Senki nem segít, ez egy tipikus érzés, ezért is csinálok mindent én egyedül. Rága barátom az annyi mindent csinált, ugye éveken keresztül, és mindig bekérdeztük, hogy de ne mi, de miért nem szóltál? Na, tehát, mi nem szóltál Béla? Hát mert majd én megoldom. De megszakadt, értitek, volt gyereke, izét, és nem szólt, hogy segítsünk, hogy éjjel kettőkor átpakoljon három láda, mindegy mit, de igen, csak mert van, akit, akik ismerik, és nem szeretem a, a tesót, úgyhogy nem akarom a nevét kimondani, Általában egy-egy emberbe kapaszkodunk ezen a ponton, és ez azért egy veszélyes dolog, mert ugye leszakadtam már a közösségből, leszakadtam az atyáktól, és marad egy-egy ember. Általában ez kicsoda. Ha nincs férjed és nincs feleséged, akkor az egy külső tesó lesz, aki már annyi gyülekezetet már megjárt, annyi sérülése van, és akkor lesz neked egy ilyen, egy ilyen haverod, akivel jól meg tudjátok beszélni, hogy milyen rossz minden, minden is milyen rossz. A másik variáció, amikor a férj és a feleséged lesz az a kitüntetett személy, aki úgy belekapaszkodsz, és leszel egy ilyen egyemberes. Az egyemberes állapot az egy nagyon veszélyes állapot, mert közösségre vagyunk teremtve. Ha egyemberes vagy, akkor mi fog kialakulni? Mi ketten, mi csak ketten vagyunk az igazak. Minket senki nem ért meg. Minket üldöznek. Mi is ők? Mi is az apánk? Mi is a pásztorunk? Mi is a gyülekezet? Mi, és, és ez, mi, mi lesz ebből? Kívül kerülök a közösségem, afelől a közösség körül, amiben Isten engem belehívott és ajándékba adatta. Veszélyes. És pontosan azokkal vagyunk távolságtartók, akik tudnának segíteni. Annak, idején én szolgáltam egy, egy házaspár felé, négy vagy öt évvel ezelőtt, Ebbe volt mind a kettő, és volt egy világos pillanata a feleségnek, ő azt mondta, hogy Zsolt, én tudom, hogy nálad van az, amire a férjemnek szüksége lenne, meg a férjem baráti körének, ilyen nagy csocsogók voltak a férjének a havedi köre, azt mondta, hogy én tudom, hogy nálad van az az atyaság, amire pont nekik szükségük van, de hát ez van. Akkor még lehet, hogy a szívem nem volt olyan tág, nem tudom tudnék az árosság szellemét pont attól távolít el, ami tudna neked segíteni, az atyaság. Az atyai kapcsolatok, az anyaság, apai kapcsolatok. Értitek, miről beszélek? Meg van? Oké, okay, van még három percem. A szellemi árvák egy idő után ezért úgy találják magukat, hogy nagyon kevés egészséges támogató és erősítő kapcsolat veszi körül őket. Annak idején ez a tesó, aki felé szolgált, ami azt mondta, hogy úgy, éli, úgy érzi magát, hogy ő egyedül van, és el van szigetel, vagy Gyurin belül is. Csodálatos felesége volt, csodálatos házastársa volt, meg gyerekei, és mégis ezzel az érzéssel küzdött. És a barátok meg a családi körben is, és végül beleesnek abba az Isten, ellen, Isten ellenes hídbe, és most a lényeg, ezzel fejezem a mai adagot be, hogy úgy döntenek, hogy szellemi árvaként inkább árvaként érik le az életüket, tehát akkor nem kell. Nem kell ez a macera, én majd élek így. Ebből kifolyólag elkezd vigasztalást és ilyen önazonosságot találni pár egyéb dologban, ilyen például a munka, jellemzően a pénzkeresés, mindig pénzt akart keresni, hogy mindig ez volt a gondja, jellemzően külön munkát hat vállalt, annyi munkát vállalt, már annyi vállalkozást csinált, hogy csak győztét nézni, külön kis elfoglaltságúba fektetett be rengeteg energiát, hogy bemutassa, hogy ő maximálisan tudja intézni az ő ügyeit. Ha még nem voltam, mondtam volna, az árosságra jellemző egy maximalizmus. Ezek az emberek jellemzően maximalisták. Én megoldom, én meg tudom csinálni, én jobban csinálom meg, mint bárki más. Jobban csinálom meg, hogyha beleugatnak, vagy másokkal együtt. És mert tényleg egyébként jól csinálják, ebből kialakul egy csapda, ha valaki hibázik a környezetében, ha észrevesz, hogy valaki nem olyan jó, vagy hibát vétett, vagy, vagy stb., azt rögtön észreveszi, és rögtön meg is, meg, meg is állapítja. Úgyhogy az álláságra jellemző, hogy rendkívül kritikusan tudnak mások teljesítménye felé nézni. Miért? Mert pont az apaság és az atyaság hiánya miatt nem tanulták meg, hogy lehet hibázni. Nem azért szeretlek, mert te jó vagy. Isten nem azért szeret téged, mert te olyan kiváló teljesítményeket nyújtasz. Nem azért van gyerek, sokszor elmondtam már, nem azért szülünk gyereket jobb esetben, hogy a szemetet valaki levigye majd tíz éves korától, nem? Nem ezért válasz gyereket. Mondj, mondj egy áment rá, kérlek szépen, hogy nem pszichopatákkal vagyok együtt. Oké, okay, jó. Nyilván néha megölnénk őket legszívesebben egy kanál vízbe, de egy megint egy másik, a kamaszért problémái. De az a helyzet, hogy, ha nem vagyok benne egy ilyen egészséges, atyai, főségi kapcsolatban, ki fogok szorulni ebbe az állapotba, és árvaként fogom tengetni az életemet. Jó. Én itt fogom befejezni. Nagyon sok minden van még hátra, és nem akarom elkapkodni. Annyit előzetesben szeretnék mondani, hogy olvassátok el ezt az Ige helyet, a Lukács evangéliumban, a tékozló fiúk. A másik pedig, hogy gondolkozatok azon, hogy Isten szerint kiből lehet fiat csinálni. Benne van a Bibliában. Hogyan lehet fiúvá válni? Ez benne az új szövetség, segítek, jó? Zsidó levél környékén már lehet nézegetni, jó? Hogyan lehetsz fiú a fiúság szellemével? A örömhírel szeretném befejezni azonban, Súlyosnak tűn most ma ez a téma, de az a helyzet, hogy Isten Jézus Krisztusban a kereszten tényleg mindent elvégzett. Teljesen mindegy, hogy te ebben vagy érintett, vagy elvetettségben, vagy paráznosságban, vagy mit tudom én, miben, miben vagy érintett, vagy ez a beli hatások alatt, vagy tök mindegy. A lényeg az, hogy a Krisztus fel tud téged szabadítani. Ez a lényeg, ez a fontos. El kell ismerni nem, fölismerünk, először fölismerjük a bűnünket, aztán elismerjük, és aztán azt mondjuk, hogy úgy döntünk, hogy gyógyulni akarunk. Ez a három kell. Felismerni, elismerni, és úgy dönteni, hogy gyógyulni akarok. Ha ez megvan, akkor szabad leszel. Ha valamiből rögtön megszabadulunk, mert kihányjuk, kimegy a démon, stb. Nem viccelek, tényleg van ilyen, de az ilyen lenyomatos dolgok, amik ilyen nagyon mélyen benne vannak a szellemünkben, a lelkünkben, az bizony néha idő, mert meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, meg kell változtatnunk a reakcióinkat, ez macerás, de azért van a közeg, azért van a gyülekezet, ez nagyon fontos, azért van egy testvéri, szeretetteljes gyülekezet, hogy te hibázhass. Hogy te neked ne kelljen rögtön, rögtön megugrani a léceket. És így tekintsetek egymást, hogyha másnak van éppen valamilyen fletnie, azzal ő küzd, akkor azt azért veszed észre egyébként általában, mert, te azon a, mert azon a területen te egyébként jó vagy. Nem ez szokott lenni? Az szokott téged idegesen a másikban, amint te egyébként te maximálisan, ott te stabil vagy, ott te jól, jól szoktál találni. Na de hát ez azért van, hogy kiegészítsük egymást. Hogy segítsünk a másikon. Amíg ő felépül, azt én hordozom el. Amíg én épülök fel, azt én hordozzátok el. Amíg ő épül fel, azt én hordozom el. És így tovább, és így tovább. És egymás segítve, azzal a hittel és látással, hogy a kereszten minden el van végezve. Van ez a mondatunk, ez a jelmondatunk, már a Péternek is feltűnt. Törki, szeres, légy szabad. Erről szól a keresztény élet, hogy ne fogadjuk el azt az állapotot, amiben hogy meglátunk az Isten való együttjárásban, hogy hát én ilyen vagyok. Hát igen, ez az első, igen, ilyen vagy. Ja, és akkor mi van? Te így érkeztél ez a ponthoz, én máshonnan jöttem, de van egy pont, amikor felismerjük, elismerjük, és azt mondjuk, hogy ja hát, akkor most lehetek szabad is. Lehetek egészséges férfi, egészséges nő, lehet egészséges a házasságom. Imi, ez az a pont, amikor föl kéne jönni a dicsőítőknek hogy egy kis reménységet is magunkba vegyünk. Egy kis műhely titok, amikor imádkoztunk az alkalom előtt, akkor a dicsőítőkkel együtt abszolút azt éreztük, hogy itt az öröm fog felszabadulni. Mondja erre az Imre, hogy hát igen, de a téma meg az öröm az, hogy fog egymásról összeférni. Hát mondom, én se tudom, de majd Isten valahogy összehozza. Szerintem hozzuk úgy össze, Igen, ez egy éles kanyar lesz. Most a lehet, ne hirtelen valami bugi-bugi. Most ne az legyen, jó? Oké. Okay. Hanem menjünk vissza az alkalom elejére, nyilván a szemszem tudta, hogy miről fogunk ma prédikálni. Adott egy jó nagy adag dózist, hogy örüljünk előre. De miért van ebben reménység, tesók? Mindegy, tényleg mindegy. Én nagyon sokáig küzdöttem elvetettséggel, nagyon sokáig voltam kapcsolatfüggő, annyi mindenem, lelki benyomódásom volt, hogy els, el nem tudom nektek mondani, én egy ilyen britanika enciklopédiát tudnék a magam hibáiról kiadni. Áment, mondtál hangosan. <laughs> éj, éj. Itt jelzem, hogy mentorlási idők vannak a táborideje alatt, szerethetően várlak téged is. az árváknak mondom, aki esetleg árva, mindenkinek, csak nektek különösen, nem nézek senkire. Merjetek hibázni. Merjetek felszabadulni arra, hogy nem tökéletesen futjuk meg a pályát. Ne azt lássátok meg, hogy ú, Isten miket vár el tőlem, hanem azt lássátok meg, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, és úgy szeretett benne téged, hogy az egyszülött fiát odatta és nem azért, mert még nem ismertéged, hanem azért, mert ismert téged. Pontosan tudta, hogy mivel küzdünk. Azt mondta, hogy én bízom benned. Ki fogsz jönni ebből, és amit az ördög megcsavart és benyomott, azt én ki fogom simítani. Ádásodat teszem, győzelem helyévé teszem. Nem, hogy győzelem, ezt meg fog szégyenülni az ellenség, és az árvák lesznek a fiúság legnagyobb képviselői. Már most hirdettem, az árvák fognak fiakat vezetni tömegesen az atyához. Ők fogják a leghangosabb hirdetni, hogy nem volt atyám, de lett atyám. Árva voltam, de most már fiú vagyok. Jó? Imádkoznék. Gyertek, álljatok föl. Nem kérek most, a következő alakommal fogok kérni, most semmilyen árvát nem kérek, hogy jöjjön előre. De imádkoznék, értetek? Mert tudom, hogy mindannyiunkért. Oké? Okay. Menj, el, atyám, egyszerűen így megállunk előtted, és azt mondjuk, hogy ki ebből, ki abból jön, ma pont az árosságot hoztad föl, hogy erről azért beszéljünk. És mi, akik esetleg ebben nem vagyunk benne, mi most, mi most imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik ettől szenvednek, akik valahogy úgy, úgy nehezen kapcsolódnak az apához, az atyához, a szellemi atyánkhoz, az egész csomaghoz. Te mindennél nagyobb vagy Istenünk, és mindennél jobb. Én kérlek, Uram, Szent Szellem, hogy dolgozz a szívünkön, és mindannyiunkat te győzz meg, te győzz meg bennünket arra, hogy, hogy tegyünk lépéseket a szabadságért, a fiúságunkért, az életkorúsághoz, az örökös állapothoz, az örökségünk átvételéhez. Mert nem korcsok vagyunk, hanem fiak. A gyerekek